A pálya már délelőtt készen állt a vendégek fogadására. Ezt megelőzően elvégezték a szakemberek a szükséges karbantartási munkálatokat. Nem csak arról szól nyilván, hogy a, a pályára fölhordjuk ezt a vizet, ami ugye jéghalmaz állapotú lesz, hanem az öltözőknek a, a rendbetétele, a, a, a jégpályáz vezető utaknak a rendbetétele, a gépházak, tehát sok-sok tehát feladat van öltözők, tehát, tehát tényleg volt vele feladat, de szerencsére elkészültünk vele, és, és, mondom még egyszer, hogy várunk mindenkit szeretettel. A 28. téli szezonját kezdi meg a műjégpálya. Nagy előnye, hogy versenysportok, diák és szabadidős sporttevékenységek is végezhetők itt. Az új városliget építése Szombathelyen című projekt része a Sportra fel Szombathely program sorozat is. A szabadtéri nyári sportrendezvények után most a téli sportok kedvelőit hívják a jégpályára. 13 téli programmal várjuk majd Szombathely jeges szerelmeseit. Nagyon komoly tábor alakult ki ennek a jégsportnak, mind a diákoknak, mind az óvodásokat vagy a felnőtteket figyelemevén. Ez egy jó családi program egy rész, jó külön egyéni program is, maráti találkozókra, illetve tényleg a családi megméretetésekre szolgáló programokkal várjuk. A programok között szerepel többek között a Nemzetközi Színes Mikulás találkozó, állóképességi feladatokkal tesztelhetik magukat az érdeklődők, lesz majd félmaratoni korcsolyázás, gyors korcsolya és fakutya verseny is. A szervezők azt remélik, hogy kedvező időjárás esetén március 1-ig fogadhatják a látogatókat.